Start elindult a Báró Orci Lőrinc emlékverseny handicap, egy negyedosztályú szintetikus pályás verseny. Cserro Tóra, illetve Sea of Fire színét ünnek fel a frontban. Belül Sea of Fire már az élen, Cerro Tóra, Sunny Meadow, illetve egészen kívül Narrátor. Ők négyen vannak a frontban, két osszal mögöttük Estike vezeti az üldöző bolyt, Estike mellett Jubileum, illetve Silver Chimes, bizottság pedig nagyon-nagyon nehezen tud csak lábra kapni az 1400 méteres távon. Jócskán 6-8 osszal ki van szakadva a többiekhez képest. A Warrior mellett Sea of Fire diktálja a tempót, és már az utolsó 800 méterét kezdi mellé, szép lassan felérkezett most már Narrátor, sőt el is megy mellette Narrátor, tehát most már a frontban Sunny Meadow sétál egyelőre a két ló között, ott van ugye Sea of Fire, Estike zárkózóban, Cerro Tóra, Jubileum, visszacsúszik a sor végére, most már teljes mértékben Silver Chimes, bizottság pedig szép lassan őt utol fogja érni. Vezet még mindig talán Narrátor, de hát azért Sunny Meadow könnyebben jön nála. Narrátor egyelőre az élen, de úgy látom egyébként kengyel nélkül tud csak jönni. Bent a falon Sea of Fire próbál védekezni, Sunny Meadow kívül pedig Silver Chimes indul el, némi meglepetése, és Estike is begyújtja a rakétákat. Izgalmas lesz a futam, Sunny Meadow a frontban, de többen nagyon keményen támadják. Sunny Meadow, Estike, kívül pedig a meglepetés ló Silver Chimes, ami pedig a még nagyobb meglepetés, hogy a tök favorit Silver Chimes mellett most már el tudott robogni Silver Chimes az Estikével szemben. Sunny Meadow visszacsúszik a harmadik helyre, Estike vagy Silver Chimes, Silver Chimes az utolsó métereken, Silver Chimes, Estike, Sunny Meadow a harmadik, Sea of Fire pedig végül negyedik lesz.